Épp óriási kánikula van, délután 4 felé mennek a legelőre, és 9:30 felé jönnek majd haza. Ezen a napon nagyon messzire kellett hajtani a kecskéket, mert a szárazság miatt a közeli legelőkön már nincs elegendő fű, vagy ahogy a házigazdánk panaszolta, széna lett lábon a fűből gyakorlatilag. A legeltetést András húga Enikő felügyeli, aki mint kecskepásztor a családi gazdaság oszlopos tagja. De térjünk vissza a sajtkészítéshez. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a kultúránk 40 percig benne volt a tejben, a pasztorozott tejben, és most visszahűtöttük a tejünket, a már a pasztorozott tejünket az oltási hőmérsékletre. Az oltás azt jelenti, hogy egy enzimmel megalvasztjuk az édes tejet, és így lesz a folyékonyból szilárd anyag. Erre egy kimozin nevű enzimet fogunk használni, amely a borjúnak és minden fiatal kérődző állatnak az oltó gyomrában megtalálható. Ez megalvasztja a tejet. És akkor most ezt beletesszük. A vízben feloldott enzimet Dóra belekeveri a tejbe, majd gyorsítva a keverőlapátokat egyenletesen eloszlatja. Kicsit még keverjük, majd nem sokára leállítjuk a keverőlapátokat és hagyjuk pihenni a tejet. A megalvadt tejet keverni már nem lehet, csak aprítani. A keverők helyére tehát most hárfák, azaz fémvázra rögzített drótszálak kerülnek. Az aprítás célja az, hogy az alvadék szilárd fázisát elválasszuk a savótól. Minél apróbbra vágjuk az alvadékot, annál több savót enged, és annál keményebb lesz a sajt. De erre még körülbelül 45 percet várnunk kell. Eltelt a 3-4 óra, a tejünk a szépen megalvadt az oltótól, és most elkezdjük felaprítani az alvadékot. Először lassan vágjuk, majd kicsit leállítjuk, hogy még több savót kiengedje magából, azaz szilárduljon. Ilyenkor már elkülönül az alvadék a savótól. Az alvadékból lesz a sajtészta, ami szilárd anyag, míg a savó, amely később szintén felhasználásra kerül, a folyékony fázis. Ezután gyorsul az aprítási folyamat. A legfontosabb, amire figyelnünk kell, a rögnagyság, ugyanis ez dönti el, hogy milyen típusú sajtunk lesz. A frissebb sajtokhoz a nagyobb rögnagysága megfelelő, az érettebb, félkemény sajtokhoz apróbbra kell vágni az alvadékot. És megállítjuk egy picit, és megnézzük, hogy mekkora a rögnagyságunk. Úgy látom, hogy még lehet egy picit aprítani. Ezúttal Dóra úgy találta, hogy lehetnének a darabok kisebbek is, hiszen a cél egy félkemény sajt létrehozása, így tovább dolgoztatja hárfákat. Az alvadékunk megfelelően apró. Most már nem aprítjuk tovább, csak keverjük, a hárfák helyére újból keverőket erősítenek. Eközben lassan emeljük a keverék hőmérsékletét, ez az utómelegítés. Az utómelegítés azt a célt szolgálja, hogy minél több savó elváljon az alvadéktól. A kombinált pasztőr és sajtkát használata megkönnyíti a sajtkészítők munkáját. A dupla falu üst palástjába vezetik be a hideg vizet a visszahűtéshez, a kád alja pedig melegíthető. Most ez utóbbira van szükség. Ha frissebb, lágyabb sajtot szeretnénk készíteni, akkor alacsonyabb hőfokra melegítjük a keveréket, míg ha érettebb, keményebb sajt a cél, akkor magasabb hőfokra van szükség. Pontosan nem lehet meghatározni, hogy a tejből mennyi sajt lesz, de persze a sajt mennyisége függ a tejtől, annak szárazanyagtartalmától, végső soron pedig az állatok által fogyasztott takarmánytól. 100 liter tej általában 12-13 kg sajtra elegendő. Fél óra telt el, befejeződött az utómelegítés, leállítjuk a keverést. Az alvadék elérte a kellő szilárdságot. Itt lehet látni, hogy mennyire állt össze az alvadékunk. Ezután kezdődik az alvadék elválasztása, pontosabban leszűrése. Ehhez nincs is másra szükség, mint egy vödörre, egy szűrőre és egy csurgató ruhára. A sajthoz való zöld fűszereket már odakészítették az asztalra. Minden sajt más fűszerkeverékkel készül, hiszen a kézimunka lehetőséget ad a sajtmester kreativitásának kibontakoztatására. Egyesével fűszerezik, sózzák, kicsit elkeverik a sajtokat. A szűrővel kimert és fűszerezett alvadékot gömbé formázzuk, és kézzel előpréseljük.
Ebben az állapotában leginkább a gomolyára emlékeztet a sajtunk. A sajtgömböt Dóra leviszi a pincében kialakított csurgatóba, ahol egy állványzatra kötözi, itt a sajt lassú érésbe kezd. A felakasztott sajtokat óvatosan elválasztják a ruhától, megmozgatják és hagyják a súlyuknál fogva préselődni őket. Még ilyenkor is nagy mennyiségű savot csurog ki belőlük, miközben a fennmaradó gömb egyre szilárdabbá válik. És ez lesz majd a sajtunk. Miután kicsurgott a savó, utána ide tesszük a tölgyfedeszkára lapulni a sajtokat, hogy szép egyenletes legyen az alja. És amikor ez megtörtént, lelapultak, akkor utána sófürdőbe tesszük őket. A 20%-os sóoldatnak három szerepe is van. Egyrészt ízesít, másrészt tartósít, harmadrészt pedig a kéreg képződést segíti elő. A sajtokon kéreg alakul ki a tölgyfedeszkán való érlelés alatt. Nem adnak hozzá tartósítószereket, sem aroma vagy színanyagokat, hiszen a higiénikusan kezelt sajtok épp eléggé tartósak, és az ízük is akkor a legjobb, ha természetes. A megrendeléstől függően érlelik őket, néha csak napokig, néha azonban hónapokig. A László család elsősorban direkt marketinggel, azaz a háztól való eladás módszerével értékesíti a sajtokat. Magánszemélyekkel, éttermekkel, ínyenckonyhákkal és borászatokkal állnak kapcsolatban. A borászatok igénylik, hogy különböző minőségű borokhoz különböző sajtokat készítsenek. Ez azért érdekes, mert az alföldi könnyebb borokhoz frissebb sajtokat készítenek, sokszor összekóstolják a sajtot a borral, míg egy badacsonyi vagy dunántúli testesebb borhoz érettebb sajtokat kínálnak. A maradék alvadékkal a sajtkészítők folyamatosan kísérleteznek. Az így elkészülő extravagáns sajtokat a család és barátaik fogyasztják el. Lászlóék arra kérnek mindenkit, hogy kíméletlenül mondják meg, ha az aktuális újítás nem sikerült, kritizálják meg a kísérleti készítményeket. Ez az innovációs készség a vállalkozás motorja, és egyben ez az, amit a házigazdánk a legértékesebbnek tart. Szerinte ez a sikertitka.